számít szerinted megcsalásnak? Megcsalásnak, ha berakod. Hát de most... De ne röhögjél, de most komolyan. Minden, ami kézzelfogható. Hát én hogy már valaki megcsókol egy másik életet, akkor ez csók. Találkozás, beszélgetés szerintem, ami intim beszélgetés. Ezek. Mert egy csók is megcsalásnak számít. Az előtt meg ilyenek, hogy csak ilyen beszélgetés, meg ennyi fölt, azt szerintem még nem. Szóval, van ez a mozgás. Hát. Elég sok minden, tehát hogyha hozzáérünk másikhoz, vagy hogyha megcsókolja, szerintem az már egy elég komoly megcsalás. Hát, hogyha már úgy viselkedik az illető, ahogy velem viselkedett, akkor mikor azt érjük. Hát, hogyha már van érzelmi vonzata a dolognak. Nekem mondjuk én már akkor is kiakadnék, hogyha az én párom szájra puszit adna egy másik nőnek. Úgyhogy maradjunk annyiban, én féltékeny típus vagyok. Jó, akkor mint Olivért idézve, jó, innentől kezdve jönél. Az érzelmi szálak, amikor már elkezdődik valami érzelmi vonzalom egymás között, akkor onnantól kezdve.